Nagyon régen a nagyurak megjövendölték, hogy egy átlagos falusi férfi szembeszáll majd a sötét erők ellen, és elhozza a fényt az emberek életébe. A férfi, akiben a magány és a keserűség tombol, hamarosan megváltóvá válik. Ez a szép volt, Maika. Most én jövök. Elpusztítom ezt a kolcos lelencet. Minden hirakú. Elpusztítom ezt a lelenc kolcos. Gyere kolcos, hol vagy? Olyan buták az emberek. Egymás szemébe hányik. Mennyivel több fizetést keresnek. De mintha több pénzt kaptak volna. És az azt jelenti, hogy az vitték volna valamire. De mégse, semmire. Miért olyan fontos az embereknek, hogy másnak emberkedjenek a pénzükkel? Ennek valami lelki oka lehet. Mindig jobbak akarnak lenni a másiknál. De ha velem állnak szembe, akkor csak vesztesek. Támadóállásba lehívom Phantom King Hydridite 1600-as erővel és 1500-al. Raiga ki, varázslap, tér mezőre, és most lehívom támadóállásba Girgakt 1800-as támadóállásba. Támadj! Hú, ez kemény az ember. Nincs egy jó kártya. Átadom neked a körte, elmebeteg sziopata geci. Szörnyem közvetlen támadás! Ezt nem lehet megbocsájtani neked. Majd a párba jeldönt minden. De minden erőmet összeszedem ahhoz, hogy megbosszuljam a barátomat. Hölgyeim és uraim, elérkezett a döntő csata. Az utolsó harc élő adásban fog lezajlani. Sok sikert kívánok, párbajozók, nézőknek meg jó szórakozást! Meghalt a barátom, Hirapu. Ezt nem lehet megbocsájtani neked. Majd a párba jeldönt minden. De minden erőmet összeszedem ahhoz, hogy megbosszuljam a barátomat.
Velem soha nem történt jó, csak mindig a rosszat kaptam. Egyetlen egy se volt sose az életemben. Jó dolog sose nem volt. De az embereket arra kell buzdítsam, hogy menjenek el innen a földről a mennybe. Tudom, jó. Én az embereket nem akarom megölni. De te neked romlott a lelked, romlott a szíved. Ezért meg kell, hogy állítsalak. Kezdek. Lehívom Mammut Grahert támadóállásba. 1200-os pont. Hát jó. Lehívom Sibinga Abis 1600-os támadóállás. Támadj! A fenébe buktam 400 pontot. Mit évő legyek? 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 Hát nézzük jobb. Fenébe, fenébe, nincs nálam egy erős szőr. Átadom a kör te neked. Lehívom Glottmant a szörnyem mellé. És kíváncsi leszek, hogy te mit csinálsz. Mert te állítólag nagy kártyás vagy. Na, fenébe. Ilyenkor nincsen egy jó szörnyem. Á, fenébe, mit csinál, mihez kezdjek? Nincs nálam egy jó szörny. Átadom a kört. Nincsen nálad jó kártya. Én akkor lehívom Gagagigót! Mit élő legyek? Mit élő legyek? De tudod mit? Találtam egy jó lapot. Rájgaki! Most aktiválásba kerülsz! Rájgaki ez, lehívom. Támadóállásba, Luster Dragon 1900-as ponttal. TAMADÓVÁS! Azt a fájdalmat kapod vissza, amit adsz másnak. Mert te nem vagy senki sem. Csak egy sziopata állat. Ezzel a csapdával elveszíted az egész életfontodat, de ugyanúgy én is, amennyi a szörnyemnek a pontja, én annyit veszítek, de ezért fel kell áldozzak egy szörnyet. Csapda, készen légy! Vesztettem! Vesztettem! Ha mind a két játékos egyszerre veszíti el az életpontját, automatikusan belső vérzés végez a játékosokkal. Bárcsak már meghalnák, mennyivel könnyebb lenne minden. Talán egyszer majd megölöm magam.